Köszöntöm Önöket! Autót szerelni egyre nagyobb kihívás napjainkban a technika fejlődésével, és legalább ilyen óriási feladatot jelent a régi autók restaurálása. Mai adásunkban mindkettőről szó lesz, a 60-as, 70-es évek modelljei és a ma elérhető legmodernebb guruló csodák itt a munkakörben. Mikor kezdődött az autók iránti vonzalma? Az igazság az, hogy nem gyerekkoromban, mint másnak, vagy kicsi gyerekkoromban, hanem egy picit később, amikor a szüleim megvették az első Trabantot. Ez valamikor a 60-as években volt, és hoppá, akkor én 3 éves voltam. És mi volt a következő lépés? Műszaki vonalon kezdett tanulni, annak ellenére, hogy a szülők más pályán voltak. Igen, a szüleim tanárok voltak. Hát elég régen már, mert édesapám 89 éves, és engem pedig szakközépiskolába irattak be, akkor a Kossuth Lajos szakközépiskolába is autószerelő szakra, mert az akkor egy divatos szakma volt. Aztán még elvégeztem a Műszaki Egyetemet, egy kicsit kitoltam a munkavégzést, habár nyaranta én mindig dolgoztam, és többnyire a vagépnél. És amikor elvégeztem az iskolát, az egyetemet, akkor a vagépnél helyezkedtem el, mint gépjármű technológus. És mi volt a nagy ugrás, amikor elkezdett vállalkozni? A nagy ugrás az a 90-es évek elején történt, pontosan 93-ban, amikor saját vállalkozást indítottam Máté Szalkán, Opel márka kereskedést és márka szervizt. Miért pont Opelt? Ha jól tudom, nagyon szereti ezt a márkát. Igen. Szerintem egy nagyon jó márka, nagyon közismert, nagyon régóta, nagyon sokan szeretik, és így eladni, javítani, azt hiszem, hogy olyan márkát érdemes, amit sokan szeretnek, és én is nagyon megszerettem. Hogyan bővült ezután a vállalkozás? A Máté Szalkai vállalkozás után Debrecenben BMW márka kereskedést sikerült nyitni, majd itt Nyíregyházán nem olyan régen, 2008-ban szintén felépítettük a BMW márka kereskedést és márka szervizt. Ha jól tudom, akkor kutatásfejlesztésben is részt vesznek, ugye a szerviz mellett. Ez mikor indult és milyen indítatással? Pontosan az idejét már nem tudom, de jó néhány éve, azt hiszem ilyen 4-5 éve indult a kutatásfejlesztés. És gyakorlatilag az volt ennek a célja, hogy a napi munka mellett, a szervizek és az autójavítások mellett el tudjunk végezni olyan munkákat, amire igény is volt, és erre a megfelelő technológiát ki tudjuk fejleszteni. Milyen jellegű munkák ezek? Például foglalkozunk műanyagjavításokkal profi szinten, foglalkozunk különleges szegecseléssel, például nem kell előfúrni a szegecsnek a furatot, és így tudunk szegecselni. Foglalkozunk ragasztásos technológiával, karosszériajavítási technológiával, foglalkozunk elektromos autókkal, például a megújuló energia felhasználásával. Tehát ezek azok a területek, amelyekkel komolyabban foglalkoztunk, és foglalkozunk a mai napig is. A megújuló energia terén milyen eredményeket tudtak eddig elérni? Készítettünk egy elektromos autót, egy Opelből természetesen, ami teljesen elektromosan működik, tud menni 90 km/h sebességgel, egy éjszaka alatt föl lehet tölteni, illetve készítettünk hozzá egy olyan töltőállomást, ami mobilis, mozgatható, napelemmel és szélenergiával működik, és akkumulátorokkal tároljuk az energiáját. Ez akkora teljesítményű, hogy egy családi ház energiaellátására is képes. Ez az elektromos autó, amit itt van mellettem, ez egy Opel Astra típusú személygépkocsiból alakítottuk ki, természetesen minden gyári rajta, amit látunk, meghagytuk a paramétereket, nem vettünk el, nem raktunk hozzá semmit. Konkrétan a benzines motor került belőle ki, a benzines motor helyére szereltünk be egy 10 kW-os villanymotort, ami a gyári sebességváltót hajtja meg. Az autónak a motorterébe
sok gondolkodás és számolás után úgy próbáltuk kialakítani az egészet, hogy az akkumulátor, az összes akkumulátor és a vezérlő elektronika is beleférjen, hogy a csomagtartóba, utastérbe sehol nem kerüljön semmi, hanem funkcionálisan arra lehessen használni, amire annak idején tervezték az autót. Mekkora teljesítménye ennek az autónak? Ennek az autónak 36-40 lóerő között van a teljesítménye. Ezt természetesen teljesen elektromos meghajtással érjük el, mert semmi nincs benne, ami káros anyagot tudna kibocsájtani a gépjárműből. Mennyit lehet megtenni egy ekkora teljesítményű autóval? Mekkora távolságot? Egy teljes feltöltésre a gépjármű 100 km-t lehet megtenni. Az utazó sebesség az 90 km/h, amit stabilan biztosan tud az autó teljesíteni. Hogyan történik a töltése ennek az autónak? A gépjárműnek a töltése, az üzemanyag betöltő nyillást alakítottuk át egy elektromos csatlakozóvá, és mikor a kuton tankoljuk a benzin, az vagy dízel autót, itt egy elektromos hálózatra kell rácsatlakoztatni a gépjárművet, és ott lehet tölteni. És hogyan működik ez a töltőállomás? Kétféleképpen tudjuk tölteni hálózatról, természetesen az simán, mint egy hosszabbítónak a dugvilla részét, azt csak bedugjuk a konnektorba, és akkor tölt. Mi ez az autóhoz egy napelemes töltőállomást is gyártottunk, készítettünk hozzá, ami úgy néz ki, egy csapott tetős garázs, a gépjármű be tud állni a töltőállomás alá, ott rá tudjuk csatlakoztatni, és a nap melegétől, napfényétől feltöltődik. A töltés az jelen pillanatban 8-9 órát vesz igénybe, teljesen lemerült állapotból, hogy feltöltsön 100%-ig az akkumulátorok, feltöltsenek. Mint ahogy szoktam mondani, mi is lefekszünk aludni, mert nekünk is pihenni kell, fel kell töltődjünk, az autónak is fel kell töltődni. Most azon vagyunk rajta, hogy ezt a töltési időt drasztikusan le tudjuk csökkenteni, hogy akár egy ilyen 3 órás töltésen fel lehessen az egész autót tölteni. Önök szokták használni ezt az autót? Ön kipróbálta már? Igen, kipróbáltam, nagyon nagy élmény. Nagyon furcsa, igen, hozzá kell szoknunk még, hogy nincs hang. Ráadjuk a gyújtást, kitesszük az irányjelzőt és elindulunk vele. És az autó megy. Mi a céljuk ezzel a fejlesztéssel? A célunk az egyrészt, hogy megismerjük a technológiát, mert egyre gyakrabban találkozunk a sorozatgyártású autóknál és hasonló technológiával. Másrészt pedig, hogy olyan lehetőségeket kínáljunk ügyfeleinknek, partnereinknek, amit esetleg máshol nem, vagy csak körülményesen tudnak kínálni. Arra gondoltak egyébként, hogy szabadalmaztatják? Nem, ettől egy picit még távol állunk, de a következő fejlesztéseink már olyanok lesznek, ahol komolyan gondolkozunk a szabadalmaztatáson. Itt az eredménytől függ az, hogy milyen eredményre jutunk, mennyire különleges, mennyire egyedi, és ez dönti el majd azt, hogy szabadalmaztatjuk-e vagy sem. Ön szerint mennyire állunk közel ma Magyarországon, vagy akár Európában, vagy világszerte, hogy ilyen autókkal találkozunk nap mint nap az utakon? Nagyon közel állunk, én naponta ilyen autóval járok már. A BMW élen jár az elektromos autók forgalomba hozatalára. Van az i3-as és az i8-as, ami köztudottan elektromos autó és zöldrendszámmal üzemel különböző előnyökkel, de elkészült már a 3-as BMW-nek az elektromos változata, most van gyártás alatt a 7-es BMW-nek az elektromos változata, X5-ös elektromos BMW már üzemel, és van a 2-es aktív Tourer, amelyik ugyanazt a technológiát használja, mint az i8-as, mint egy versenyautó. Tehát én úgy gondolom, hogy 4-5 éven belül talán fele lesz az elektromos autó a benzines és a dízel autóhoz képest. Ennek az az oka, hogy ugyan még mindig nagy a nyomás az olajtermelő cégek részéről az autógyárak felé, viszont van egy másik nyomás, a környezetvédelmi előírások, főleg az európai környezetvédelmi előírások, és már most sem, vagy egy-két év múlva nem lehet elektromos hajtás nélkül, vagy kombinált hajtás nélkül ezeket a környezetvédelmi előírásokat teljesíteni. Ez azonban egyfajta szemléletváltásra van szükség az autósok részéről is. Ön szerint ebben hol állunk most? Hát hozzá kell szokni bizonyos dolgokhoz. Tehát megvannak a korlátai az elektromos hajtásnak. Például, mint ahogy a telefonomat használom. Hogy egész nap telefonálok, hazamegyek, fölteszem a töltőre. Na most az autó esetében ezt ugyanígy kell csinálni. Egész nap használom. Hazamegyek és fölteszem a töltőre, és másnap egész nap tudom használni. De szóval nem tudom teljesen szabadon most még használni az elektromos autókat. Például egy E3-assal nem tudok most még Budapestre elmenni. El tudok menni, de még nem élvezetes.
néhány éven belül már ez is menni fog, hatótávolsága még elég kevés ezeknek az autóknak. Mennyire lehet majd ezeknek az árát esetleg egy picit leszorítani, hogy többen tudjanak majd hozzájutni? Ugye ez is egy fontos kérdés, hogy hiába szeretne valaki ilyen autót, ha esetleg nem tudja megtenni. Mennyire lehet ennek az árát leszorítani? A gyártási és a fejlesztési költségek most még ilyen igen magasak. Ez az egyik, ami meghatározza egy autónak a piaci árát. A másik pedig az, hogy piaconként ami változik, a helyi adóterhek. Jelenleg Magyarországon még mindig terheli a 27%-os adó az elektromos autókat is. Ha ezt sikerülne csökkenteni, akkor már egészen elfogadható áron lehetne megvenni egy ilyen autót. Beszéljünk egy kicsit a gyűjteményéről. Ha jól tudom, mivel nagyon szereti az Opeleket, ezért van egy kis saját gyűjteménye Máté Szalkán. Milyen darabok vannak ebben? Amire a legbüszkébb vagyok, az egy Opel GT, egy 72-es évjáratú kék metal színű Opel GT, egy gyönyörű szép autó, üzemképes, menetkész, OT-vizsgával rendelkezik. Ez az egyik legszebb darab. Aztán van egy Opel C-kadett, egy automataváltós, egy különleges darab, ez egy sárga színű, ez is nagyon szép, jó állapotú, itt még a vizsgáztatás nem történt meg, de azért próbarendszámmal már használgatjuk, illetve hát a hátunk mögött van egy Opel Rekord, ami egy nagyon régen elkészült és régóta készített autó, ami szintén egy nagyon kedves darab a számomra. Miért kezdtek el egyébként restaurálással foglalkozni? Ez valószínű az én hülyeségem volt, hogy én mindig vonzódtam az öreg autók után, és mindig kerestem annak a lehetőségét, hogy vásárolni öreg autót, felújítani öreg autót. Most ezt már olyan mértékig fejlesztettük, hogy van egy külön 4-5 fős csapat, aki kizárólag ezeknek az autóknak a felújításával, restaurálásával foglalkozik, és olyan minőségben végezzük ezt a felújítást, hogy bármikor, bármilyen kiállításra, bármilyen szakmai szem elé oda tesszük ezeket az autókat, és nem igazán lehet hibát találni benne. Egyébként ön tudja használni ezeket Igen. a restaurált autókat? És használja is? Természetesen. Igen. Amikor csak lehetőségem nyílik rá, akkor mindig használom őket. Van úgy, hogy csak úgy passzióból beleülök és megyek velük. Mese alulban színedűs erdők során repülünk a szívünk tavaszán. Arany országút csillogó gyémánt korán repülünk a mesék kocsiján. 2013. októberétől kezdtük meg a munkát a műhelyben. Egy Ford A modell restaurálásával, ami egy 29-es évjáratú Oldsmobile. A restaurálási munka alapvetően az egy rendkívül összetett, több szakmát felölelő munkakör. Nagyon nagy türelmet és nagyon nagy precizitást igényel. Mindenképpen, aki erre adja fejét, az készüljön fel, hogy rengeteg ideje, idegrendszere rámegy arra, hogy a végén egy szép végeredményt kapjon, de mindenképpen megéri. Minden restaurálásnak megvan a saját maga forgatókönyve, ami egy jól megkoreografált szimfóniához hasonlít. Nem térhetünk el az autóknak a eredeti állapotától, ezt mindig figyelembe kell tartani alkatrészrendelés kapcsán is, illetve az egyedileg készített alkatrészek kapcsán is. Minden egyes autót ugye először darabokra szedünk, lecsupaszítunk, és felületvédelemmel látjuk el, illetve a hibás részeket kivágjuk és újraalkotjuk. Ezen autóknak a restaurálása mindig több lépcsőben történik. Ugye jól bevett szokás szerint nem cserélünk fel munkafolyamatokat, mert abból általában mindig csak zűrzavar történik, és így tudjuk azt megcsinálni, hogy egy autóval 6-8 hónap alatt végzünk. Ez autó méretétől, ritkaságától, márkájától függő dolog. Mennyire nehéz beszerezni ezeket az alkatrészeket? Ugye egy 60-as, 70-es évekből származó autókról van szó. Mindenképpen köze van az autó darabszámának ehhez a művelethez. Általában egy nagy darabszámú népautó, ami annak idején a korában egy sűrűn elterjedt autó volt, az még mai napig is könnyebb alkatrészt beszerezni hozzá. Ilyen volt például a Ford modellek. Ugye az ABC betű jelölik a Ford modelleket, nagyjából majdnem minden betűjelzésű Ford modellhez könnyű alkatrészt szerezni. Amerikai cégek mai napig foglalkoznak tökéletes minőségű gyári alkatrészek forgalmazásával.
és még az áruk is viszonylag elfogadható. Ezeket a Ford modelleket, vagy a Ford modellt, amit itt restauráltak, az most hol látható? Legutóbb restauráltunk egy 1931-es négyajtós Ford A modellt. Ez a Kálai Kúria területén található meg. Ugye ez egy pályázati megrendelés volt, ami azt akarta, hogy ugye a Kálai miniszterelnök, vagy a Kálai család által használt Ford A modellt a Kálai Kúria területére varázsoljuk vissza, és ehhez sikerült szereznünk egy tökéletes restaurálási alapot, ami megtekinthető Kálósemjénben. Itt pedig látunk egy gyönyörű hófehér Mercedes. Hanyas ez a Mercedes? Milyen munkákat kellett rajta elvégezni? Igen, a háttérben egy hófehér Mercedes 300D Adenauer látható. Ennek az autónak olyan tulajdonságai vannak, ugye, hogy Adenauer báró közkedvelt autója volt, és ez alapján nevezték el Adenauernek. A típus mindenképpen a kényelemre törekszik. Ugye egy gyönyörű bőrbelsője van, szervókormánya van, a kornak előre haladott fékrásegítő rendszere van, és ez nagyon fontos ugye a biztonságos közlekedés szempontjából is, és minket is meglepett restaurátorokat, hogy ez a fék ez vetekszik a mai fékrendszerekkel. Az autóban egy 3000-es sorhatos motor dobog, ami megint csak egy különlegesség, hogy benzinadagolós, nem dízeladagolós, benzinadagolós elven működik, amit ugye régen a II. Világháborús vadászgépeken használtak. Restaurálás. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag eredeti állapotába hozzák vissza ezeket az autókat. Úgy néznek ki, például ez a Mercedes is, mintha most gördült volna ki a gyárból. Használhatóak ezek az autók? Mai viszonyok között, mai terepen, mai utakon? Ezek az autók elsősorban gyűjteményi darabok, de bármikor megállják a helyüket az utakon is. Nagyon fontos leszögeznünk azt, hogy akkor végeztünk jó munkát, ha a megrendelő, illetve a tulajdonos átveszi a restaurált autóját, akkor ugyanazt az érzést kapja vissza tőle, mint annak idején a 60-as, 70-es években, amikor ezt megvette szalomból valaki ezt az autót, és ugyanazt az új autószagot árasztják az autóink. Minden egyes részlete megfelel az akkori korban a gyár által legyártott szabványoknak, és a megrendelő ezt kapja meg, ezt az érzést, ezt az új autóérzést. Látunk még itt egy BMW-t is, gyakorlatilag már majdnem készen van. Mikor ez az autó? Ez egy 1972-es 1602-es BMW. Erről azt kell tudni, hogy nagyon közkedvelt. Magyarországon is több klub foglalkozik vele. Ritka, de közkedvelt gyűjteményi darab. Tükrözi a most 100 éves BMW-nek a kezdetét, illetve az alapokat, amikre utána a BMW épült. Itt van még egy Corvette is. Most így, ha ránézünk, akkor nehezen elhihető, hogy ebből is egy gyönyörű darab készül majd. Mi nehezíti meg a munkát ez esetben? Igen, szóval a Corvette is a 70-es évek elejé, szóval 72-es Corvette. Róla azt kell tudni, hogy egy igazi amerikai izomautó kategóriájában, és hát ugye a munkafolyamatokat az nehezíti meg, hogy általában nagyon sok autónál találkozunk az évek során, tulajdonosok váltásakor, tulajdonosokon keresztül ugye bizonyos nem gyári beépítésekkel, illetve a gyári kész szerkezetnek a megbabrálásával. Ezeknek a gyárira való visszaállítása elég sok időt szokott néha elvenni a restaurálásból. Jelenleg is a Corvette-en is több pontban találtunk ilyeneket. Itt megint csak az toldja meg az értékét a restaurálásnak, hogy ezeket fel tudjuk ismerni, meg tudjuk javítani, és utána ezek már a múlté lesznek. Mit jelent az, hogy izomautó? Mekkora teljesítmény ennek az autónak? Igazából ez egy 550 lóerős V8-as erőforrással szerelt autó. Ez attól izomautó, hogy ugye a V8-as hosszú löketű blokk az irdatlan nagy forgatónyomatékot tud állandóan a rendelkezésére bocsájtani a vezetőnek. Ez azt jelenti, hogy az 550 lóerőhöz ezért a forgatónyomatékért egy 7400 köbcentis motor párosul, ami ugye eléggé csodás dolgokat tud adni vezetési élményben a tulajdonosának. Hány szakembernek a munkáját kell összehangolni egy ilyen restaurálásnál? 4 szakember munkáját hangolom össze, illetve rengeteg alvállalkozó, beszállító mindennapi munkáját muszáj felügyelni. Minden egyes munkát, illetve minden egyes problémát igyekszünk házon belül megoldani, de néha ez lehetetlen. Vannak speciális technológiák, gondolok itt galvanizálásra, krómozásra, amikor elengedhetetlen a külső segítség, és még esztergálásra is elnézést. Az esztergálás egy olyan művelet, ami nagyon sok mindenben megoldást jelent, és ezt általában szívesen alkalmazzuk. Próbálunk Nyíregyháza és környékén mozogni beszállítók terén, de néha szükséges az ország más pontjáról is segítséget kérnünk. Mennyire nehéz szakembereket találni ehhez a munkához? Igazán jó szakembereket? Sajnos egyre nehezebb, és ez már szerintünk csak romlani fog. Nagyon ritka az olyan szakember,
akár még szakmájában, a karosszériadakató szakmában is, aki tud még igazából lemezzel, lemezmunkákat csinálni, lemezzel dolgozni, szilárd dolgokkal dolgozni. Nagyon kevés műanyag alkatrész van ezekben az autókban, és ez általában ugye megköveteli a régi iskolát, úgymond, és a régi nagyöregek, akik még tényleg úgy tanultak, hogy mindent megoldottak a két puszta kezükkel, és néhány szerszám segítségével. Na, ez most már hiányzik. Látok én még itt motorokat is, motorok restaurálásával is foglalkoznak? Igen, ugye a feladatom a restaurációk koordinálása mellett az az, hogy általában kétkerekű, háromkerekű motorkerékpárokat újítok fel. Ez ugye a termékpaletta végtelen. Hát van egy érdekes darab, igen, a nyeper? Igen, van egy nyeperünk, vannak pannóniáink, amik ugye felkerülnek a restauráló padra. Csináltunk már pannóniát is, de még fogunk is úgy néz ki, ugyanis megrendeléseink között szerepel még 4 pannónia, illetve van, amikor részmunkákat végzünk, például készült itt már Jáva 250 motorblokk, amit ugye a tulajdonos azt kérte tőlünk, hogy ez legyen pont olyan, amikor a gyárba beépítették, és a végén ugye a megbeszélt határidőre ezt meg is kapta, és ez a vágya teljesült. Igazából nagyon szerencsés helyzetben vagyok, ugyanis kevesen mondhatják el magukról, hogy a hobbiuk a munkájuk, és nekik ezért fizetnek. Én igazából ebben a helyzetben vagyok, és emiatt szeretem, és emiatt tud ez egy hosszú távú dolog lenni. Akkor most ugorjunk egy nagyot, ugye beszéltünk arról, hogy mennyire modern és fejlett a technológia. Hogyan tudják ezt követni az önmunkatársai? Ugye itt van szerviz, javítanak is autókat. Lehet ezt egyáltalán követni? Természetesen igen. Fontos is, hogy kövessék a kollégáink a műszaki fejlődést. Ebben a két gyártó cég, a BMW és az Opel nagyon nagy segítségünkre van, mert olyan tanfolyamokat, képzéseket szervez a kollégáimnak mindenféle területen, hogy lépést tudjunk tartani a fejlődéssel. Másrészt a kollégák maguk is internet segítségével tájékozódnak az újdonságokban, és én úgy gondolom, hogy kellőképpen tájékozottak vagyunk minden újdonságban. Ön szerint mi kell ahhoz, hogy ezt a munkát valaki maradéktalanul tudja végezni? Gondolok itt a restaurálásra, oda is legalább 5 féle szakember munkája kell. Tehát azon túl, hogy valaki ismeri a szakmáját, kell ehhez még valami plusz? Hát csak szeretni kell. Tehát általában minden munkára érvényes az, hogy akkor tud az ember igazán szép dolgot alkotni, ha szereti csinálni azt, amit csinál. Ha valaki nem szereti, akkor lehet akármilyen ügyes, soha nem fog olyan szép dolgokat csinálni, mint aki esetleg kevésbé ügyes egy picit, de imádja, amit csinál. A műsorban feltűnő elektromos autóké tehát a jövő, amelyekkel nem csak a levegő minőségének javulását érhetnénk el, a zajszennyezést is minimálisra, akár 10%-ra lehetne csökkenteni. Gondoljanak bele, milyen lenne egy csendes nagyváros. Remélem még lesz benne részünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Így jó volt? Aha. De jó. Ez gyönyörű.